Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2015. június 8-án hétfőn. Átadták az országgyűlési képviselői irodát a polgármesteri hivatal földszintjén. Bárki fordulhat ide problémájával, gondjával. Farkas Sándor bízik abban, hogy ugyanolyan közvetlen kapcsolat alakul ki Csongrádon is a választókkal, mint Szentesen, illetve a kerület többi településén. A régi helyen, a régi galéria épület földszintjén nyílt meg a térség országgyűlési képviselőjének irodája. Igaz, hogy lassan már egy éve, hogy új országgyűlési képviselője van Csongrád városának, de úgy gondoltuk, hogy feltétlen szükséges egy olyan irodának a működtetése, egy olyan irodának a létrehozása, ahol a helyi lakosokkal való kapcsolattartás megvalósítható. Én úgy gondolom, hogy a feltételek most már biztosítottak, és ki is fogjuk használni ezeket a feltételeket, mivel Csongrád városában most már minden héten kedden 10 és 12 óra között, illetve csütörtökön szintén 10 és 12 óra között az iroda mindenki számára nyitva áll, és ha mondhatom így, az ügyes bajos dolgaikkal, nem csak pártpolitikai, hanem egyéb vonatkozású dolgaikkal is szívesen állunk a rendelkezésére az ide látogatóknak. A iroda nyitvatartási idő alatt kollégáim, illetve részben én fogok itt tartózkodni. Én mondjuk nem minden esetben tudok az egyéb elfoglaltságok miatt, de a kollégáim, akik eddig is segítettek, nem csak a kampányban, hanem folyamatosan mondhatnám egy kabinetrendszerben, ők rendelkezésre fognak állni. Ha a térség lakói igénylik, természetesen a nyitvatartás bővülhet, más időpontokban vagy hosszabb időtartamban is várják őket. És a kollégáimat azt azért szeretném bemutatni, Vidovicsné Szabó Tündét, aki a Szentesi Irodának a vezetője, ő fog többször is átjönni, és a Szentesi Irodát azt egy kicsit akkor, azt nem mondom, hogy hanyagoljuk, de ott jobban meg tudjuk oldani a helyettesítést. Kovács János Szentesváros önkormányzati képviselője, kollégám, aki szintén ebben a munkában részt vesz, és Csitos László koordinátor barátom, munkatársam szintén ebben a munkában részt fog venni. Tehát ez ilyen forgószínpad szerint fog működni, én meg majd, amikor beesek, és amikor igény van igazán rám, akkor itt leszek. A polgármester szerint is lényeges, hogy itt helyben elérhető legyen az országgyűlési képviselő. Az elmúlt hónapban több olyan levelet is kaptunk ide az önkormányzat épületébe, vagy megkeresést, akár telefonon, akár e-mailben személyesen, ahol képviselő urat keresték, a problémát neki szerették volna elmondani. Mi nagyon nem tudtunk mit mondani, csak az, hogy a Szentesi Irodába elérhető, hogy ez az elérhetőség volt meg nekünk is. Én úgy gondolom, ez a heti két időpont arra mindenképp lehetőséget ad, hogyha valakinek olyan ügyintézni valója van, ami túlmutat az önkormányzat lehetőségein, inkább országos szintű probléma, vagy ahhoz köthető, akkor itt ezeket a problémákat felvetheti. Én örülök, hogy az iroda most meg tudott nyílni, remélem betölti funkcióját, és természetesen úgy, ahogy eddig is, képviselő úr munkáját mindenbe segítjük. Én is meg tudom erősíteni, az elmúlt hónapokban rendkívül jó együttműködés alakult ki az önkormányzat és a képviselő úr között. Remélhetőleg ez a későbbiekben ezzel az irodával szentesítve még jobban fog tovább folytatódni. Meghitt irodalmi összeállítással emlékeztek meg óbecsei fiatalok a Nemzeti Összetartozás napjáról Csongrádon a Művelődési Központban. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Fokos Zenekar a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület meghívására látogatott el a városba.
Irodalom és zene találkozásának lehettek szem és főtanúi a rendezvény vendégei. Az előadás során Terék Anna költőnő műveit adták elő az óbecsei fiatalok. Anyám szájáról hiányoztak ezek a csúkok, de én szerettem hallani a másik ilyen perszuszogását. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület kapcsolata a Fúvoly Zenekar óbecsei vendégszereplésével kezdődött. 2015. januárjában a Magyar Kultúra napján elmentünk az óbecsei ünnepségre, és egy olyan élményben volt részünk, amit azonnal megfogalmaztunk mindnyájan, hogy ezt itt Csongrádon, és azon kívül persze még nagyon-nagyon sok helyen meg kellene mutatni, hiszen a téma nagyon érdekes, a határon túli magyarok hogyan érzik magukat. Tehát milyen élmények érik őket az anyaországban? Ezt fogalmazta meg Terék Anna költő, és az előadók pedig 18-17 éves fiatalok szerkesztették a műsort, és hát a Fokos Zenekar is természetesen zenél, és olyan műsor kerekedett ezekből a gondolatokból, ami nagyon mélyen érintett bennünket, és ezért gondoltuk, hogy a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, ha már megvolt ugye az ünnepség, de ettől függetlenül még annak szellemiségében itt nagyon-nagyon fontos, hogy a csongrádiak is ezt lássák, hallják. Óbecse Csongrád testvérvárosa, a két település közötti kiváló kapcsolatot erősítette tovább a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megszervezett előadás is. A Kultúregyesület minden évben ellátogat Csongrádra, különböző felkéréseket kapunk, és ugye a csongrádiakat is nagyon nagy szeretettel látjuk, volt, hogy évente többször is Óbecsén, és én azt gondolom, hogy ez a csongrádi felkérés egy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen ugye ez egy kicsit eltér a többitől, hiszen a testvérvárosunkban mutathatjuk be azoknak az embereknek, akikkel ugye már előzőleg kapcsolatban voltunk, és én azt gondolom, hogy az a közönség mindig más, akit ugye, akihez személyes élmények fűznek bennünket, mint egy idegen társaság, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, és reméljük, hogy nagy szeretettel fogadják majd műsorunkat. Az irodalmi műsort hangulatos zenei betétek kötötték össze a Fokos Zenekar jóvoltából. Az együttes a közelmúltban nagy elismertséget szerzett, mivel sokáig versenyben voltak a Fölszállotta Páva elnevezésű határokon átívelő tehetségkutató versenyen. Ez a zenekar 2010. szeptemberében alakult, és hát azóta folyamatosan működik, kisebb-nagyobb változásokkal, illetve tagcserékkel, de a zenekarnak a váza az, hogy így mondjam, állandó, és mi egyébként egy népi zenekar vagyunk, akik egyébként kipróbálták magukat a megzenésített versektől kezdve egészen a rockzenéig, tehát nem zenekarként, de a tagok sok stílusban kipróbálták már magukat. És ezzel a műsorral is, illetve ezzel a műsorral is így kerültünk kapcsolatba, hogy fölkértek minket, hogy szolgáltassunk zenei aláfestést, illetve zenei összeköttetést az egyes versek között. Igyekeztünk olyan dalokat válogatni természetesen stílustól függetlenül, hogy minél színesebb legyen a repertoár, illetve hogy a verseknek a jelentésén, tehát a két vers jelentések között képezzen úgymond egy hidat az adott nóta, és hát hogy ez mennyire sikerült, az majd a műsor alkalmával fog kiderülni. Az óbecsei vendégek színvonalas előadása nagy sikert aratott a csongrádi közönség körében. 28 csongrádi gyermek lett első áldozó az elmúlt vasárnap a Nagyboldogasszony templomban. A 7 szentség közül ez a második, amelyben részesültek a keresztség után. Fehér ruhába öltözött, izgatott gyerekek töltötték meg a Nagyboldogasszony templom első padsorait. Ki örülne annak, hogyha most tegyük fel, Jézus bejönne ott az ajtón, és azt mondaná, hogy nézzétek, itt vannak az első áldozók, velük fogok most vacsorázni. Örülne valaki neki? Igen? Ki szeretne mellé ülni? Bálint atya prédikációjában arról beszélt, hogy nem csak a testünknek van szüksége táplálékra, hanem lelkünknek is. Jézus az áldozással mindig velünk van, meghallgat. Kívánom nektek, hogy növekedjetek Krisztusban, és egyre jobb barátai legyetek. Ez a mai nap emlékeztessen arra mindig, hogy Jézus a ti barátotok, és hogy
vele bármikor leülhettek étkezni. Vele lehettek, mint az apostolok az utolsó vacsorán. Úgy legyen. Amen. Első áldozó az a gyermek lehet, aki betöltötte 9. évét, és a megfelelő oktatásban részesült. Idén a Nagyboldogasszony templomban 28-an vehették először magukhoz az ostját, mely Krisztus testét jelképezi. Ezután részt vettek az úrnapi körmeneten is. Nem csak az egyházközségnek fontos, hanem gondolom maguknak a gyerekeknek is, akik ma első áldozók lettek. Hitünk tanítása szerint ma vették először magukhoz Krisztus testét, aki az utolsó vacsorán ugye végrendeletbe hagyta, hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére. És gondolom, hogy ő számukra is, illetve az egész csongrádi egyházközség számára ez egy jeles ünnep. Különösen azért is, mert ma az Úr napján történt mindez, amikor különben is az oltári szentségre emlékezünk, az oltári szentséget imádjuk. Ez a közösség ünnepe, és minden szentmisében ez a közösség jut kifejezésre. Gyerekek, hogyan készültek erre a napra? A szülők jobban tudnák megmondani talán, de én szombatonként összejöttem velük, és próbáltam fölkészíteni őket erre a jeles ünnepre. Úgy gondolom, hogy kellőképpen elkészültek. Tegnap szépen meggyóntak, lelkesek voltak, és nagyon komolyan vették ezt a kihívást, ha úgy tetszik. Az ünnep a gyermekeknek a plébánián ért véget egy szeretett vendégséggel. Az ünnepi könyvhét eseményei idén nem csak Budapestre hívják az olvasókat. A Faludi György irodalmi műhely szervezésében Csongrádon is az irodalom került középpontba június 6-án. Az érdeklődők kézbe vehették a műhely szerzőinek köteteit, de zenés műsorokat is megtekinthettek a kultúra kedvelői. Óvodások műsorával vette kezdetét az ünnepi könyvhét csongrádi programsorozata, majd fellépett az Alföld Néptánc Együttes is. Megnyitó beszédet Csongrád polgármestere mondott. Bedő Tamás úgy fogalmazott, a könyv mindig érték volt és remélhetőleg érték is marad. Mint mondta, Csongrád szerencsés helyzetben van, mert a Faludi György irodalmi műhely alkotóinak köszönhetően sok kiadvány került az üzletekbe. Külön örülök, hogy sok fiatal is van itt, hiszen úgy gondolom, hogy pont az ilyen események azok, amelyek a tanárokon kívül felhívhatják arra a figyelmet, hogy egy könyv tényleg érdekes lehet. És higgyétek el nekem, van élet az okostelefonon és a tableten túl is. Ugyanolyan élmény, ha nem nagyobbat hordoz magában egy könyv elolvasása, mint adott esetben sok-sok órát ülve ezeknek a technikai vívmányoknak a társaságában. Egy biztos, kultúra nélkül nem lehet élni. Az élet maga kultúra. A Faludi György irodalmi műhely vezetője rendszeresen meghívást kap az ünnepi könyvhét budapesti eseményeire. A csongrádi rendezvény az irodalmi műhely jubileumának is fontos részét jelenti.
Az elmúlt hónapokban már a költészet napja előtt is, de a Magyar Kultúra napján is egy gyümölcsöző kapcsolat alakult ki az óvodák igazgatósága és az általános iskolák igazgatósága között is, és nagy örömünkre szolgált, hogy nyitottak voltak az iskolák, a pedagógusok, az igazgatóasszony, a tagintézmény vezetők is, és a gyerekeket elhozták erre a rendezvényre, mint ahogy a költészet napján is ott voltak, és közös programokat bonyolítottunk le, hiszen mindezt azért csináljuk, hogy természetesen a városi lakosokon kívül azért a gyerekeket érintsük meg elsősorban, őket próbáljuk egy kicsit a könyv olvasására, a könyv szeretetére nevelni. A rendezvény arra is alkalmat biztosított, hogy az olvasó közönség személyesen is találkozzon az irodalmi műhely tagjaival. A műhely tagjai most hivatalosan nem mennek fel a színpadra, mert egy külön részt alakítottunk ki itt a téren számukra. Itt a pergolák alatt a hűvösben húzódnak meg, és kitették az alkotásaikat. Azokat is, amelyek erre a könyvhétre jelentek meg, tehát amelyeknek még nem voltak meg a bemutatói, hiszen ugye a holnapi nap folyamán Szegeden, a holnap után pedig Pesten a Vörösmarty téren lesznek a könyvbemutatók, de azok a könyvek már itt kaphatók. A szerzők természetesen dedikálták is a standon bemutatott köteteiket. Sokaknak okoz problémát, hogyan viselkedjenek fogyatékkal élők közelében, de azt is nehezen értik meg, milyen az életük. Gyermekkorban még fogékonyabbak vagyunk ilyen téren is. Éppen ezért érkezett a Kézenfogva Alapítvány kamionja a Széchenyi István Általános Iskolához, ahol a gyerekek maguk is megtapasztalhatták, milyen sérülten fogyatékkal élni. 37, ez 39 darab cukorka, aki azt mondta, hogy 30, az volt hozzá a legközelebb. Képzeljétek el, hogy vannak autista emberek, akik ránéznek erre, és azonnal pontosan megmondják, hogy ez hány darab cukorka, tévedés nélkül. Annyira ügyesek a számolásban, hogy egyáltalán nincs szükségük semennyi időre, ránéz és rögtön megmondja. Ez nem a többség, azért nem minden autista ember ilyen okos, de vannak olyanok, akik annyira jól számolnak, hogy ez ilyen jól megy meg. Mindenki elvett egy cukorkát. A Kézenfogva Alapítványhoz nyújtott be a Széchenyi Iskola még tavasszal egy pályázatot egy úgynevezett érzékenyítő programra. Úgy gondoltuk, hogy mi ezt megpróbáljuk, hiszen a Széchenyi Iskolában voltak és vannak is olyan tanulók, akik valamilyen mozgásszervi betegségben szenvednek, vagy esetleg látás problémájuk van, hallás problémájuk van, ők köztünk élnek, velünk élnek, és úgy gondolom, hogy az épp társaiknak őket el kell fogadni, és ezt az elfogadást és ezt az érzékenyítést próbáljuk ezzel a programmal is elősegíteni a Széchenyi tanulóknak. Milyen a fogadtatás a gyerekek részéről? Hát úgy látom, hogy nagyon szenzációs. Itt már reggel 7 órakor kellett volna látni a korán érkező gyerekeket. Nem lehetett innen a bejárattól elzavarni, amikor még a rámpát építették a kamionnak. Úgyhogy minden csoport nagyon-nagyon várja. Az iskola valamennyi tanulója csoportonként megy 9-től délután 16 óráig. Moderátorok foglalkoznak velük, és próbálják őket megismertetni a fogyatékosság minden típusával, és hát különböző játékos feladatokkal kipróbálják, hogy milyen is azoknak az embereknek az élete. A kanyarodás egy kicsit nehéz. A Kézenfogva Alapítvány már 10 éve működteti a Fogadd el, fogadj el programot. Ez az idei alkalom, ez annyiban különleges, hogy ez a kalózhajós arculat, ez az első a 10 év óta, és fogyatékos emberek életét szeretnénk megmutatni az általános és középiskolai korosztálynak. Kalóz jelmezbe bújtatva, játékos formában nem szeretnénk, hogyha ijedelmet vagy félelmet keltene a gyerekekben a fogyatékosság, ezért döntöttünk úgy, hogy ilyen játékos formában közelítünk. Mennyire tudják elfogadni a gyerekek általában a fogyatékosokat? A minél kisebbek, annál nyitottabbak. Ahogy nőnek, úgy egyre inkább belőlük táplálódnak az előítéletek, és hát akkor már egyre nehezebb. Viszont az ilyen kicsikkel, mint akik most is körülöttünk állnak első-második osztályosokkal, még viszonylag könnyű dolgunk van. Itt még inkább a félelmek jelennek csak meg. Amire azt mondom, hogy sokkal jobb, hiszen a félelmeik azok a nem tudásukból, tudatlanságukból táplálkoznak, amit könnyen lehet orvosolni, akár egy beszélgetéssel is. Mi mindent próbálhatnak ki itt a gyerekek? A kalózhajóban bent 5 fogyatékossági típussal ismerkednek meg, ott mindenféle feladatot kipróbálhatnak, például jelnyelven egy pár jelet megtanulnak, hogy bekötjük a szemüket és egy nagy kalózládában tapogatózva kell valamit megtalálniuk. És a kamion körül vannak kísérő események, kerekesszékezni lehet, van egy óriás társas játékunk, ahol esélyegyenlőségi kérdésekre válaszolnak, lehet színezni, és van egy óriás puzzle-ünk is, amit kirakhatnak együtt. Na figyeljetek, vigyünk haza anyának, apának két szót, hogy örüljenek. Ha az apát így mutatjuk, megpödörjük a bajuszunk.
Akkor az anyát hogy mutatjuk? Szép. Mintha kiabálnál, de a másik oldalról kezdve anya mindig mosolyog. A Széchenyi István általános iskolán kívül az országban még 10 helyen találkozhatnak a gyerekek a kamionnal. A programra mintegy 180-an nyújtották be pályázatukat, közülük választották ki a csongrádi iskolát. Kuriózumnak számító kiállítás nyílt meg az elmúlt héten Csongrádon, a régi Városi Galériában. A Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című tárlata a globális klímaváltozás témáját is körbejárja, eloszlatva a jégkorszakról alkotott tévhiteket is. Az érdeklődők augusztus 16-áig tekinthetik meg a látványos kiállítást. A Jégkorszak című kiállítás egyebek mellett arra keresi a választ, hogy a jövő alakításában milyen szerepet játszik az ember, illetve milyen hatása volt a legutóbbi jégkorszaknak a környezetre. Az érdeklődők valódi ősleleteket is láthatnak az interaktív tárlaton. A célunk azzal, hogy most így a június első elején nyílik a kiállítás az, hogy még az iskola végén a már iskolát, vagy hát a jegyeket megkapottnál, még az iskolát be nem fejezett diákokat esetleg elcsábítsuk, és hát tulajdonképpen tartalmas és tanulással, egybekötött szórakozással tölthessék el az időt. Ugyanígy a nyári táborosokat is várjuk szeretettel, hogy szintén hasonló módon hasznosan töltessék az időt, illetőleg a városunkban látogató turistákat is reméljük, hogy sikerül majd az augusztus közepéig tartó kiállítással hát egy kicsit tovább itt marasztalni a városban. Január-február környékén keresett meg intézményvezetőnk azzal, hogy lenne ez a kiállítás, aminek mondjuk azon túl, hogy sajátosságot bemutatja a jégkorszak állatait, és úgy általában magát azt az időszakot, lehetőleg két hónapra adjuk egy termet, mert hogy ez nem egy egyhetes kiállítás, és hát a termek számára figyelembevételével is esett, és nagyságára esett erre a termre a választáson. Úgy gondolom, hogy a könyvtár és mindazok múzeumdolgozó és mindazok, akik segítettek berendezni ezt a kiállítást, nagyon jó munkát végeztek. A kiállítás hiteles rekonstrukciók segítségével ismerteti az utóbbi 2,5 millió év klímaváltozásait, valamint bemutatja az állat és növényvilág alkalmazkodó stratégiáit. A látogatók megtudhatják azt is, hogy az ember természetalakító tevékenysége milyen mértékben hagyott nyomot a Földön. A jégkorszak már eleve kicsit félrevezető, hiszen nem egy jégkorszakról beszélünk, hanem egy hosszú változásos folyamatról. A Földünket itt majd ez lehet látni, hogy köpösítálnak a háttéranyagok segítségével. Mindig is folyamatos éghajlatváltozás és az ehhez kapcsolódó földrajzi, geológiai és élővilág követő változások zajlottak. Egyáltalán onnan tudjuk azt, hogy ilyen változások voltak, nem csak azért, mert ugye Newton és a többiek előbb-utóbb felfedezték Kopernikus után a Galilei segítségével egyáltalán a naprendszernek és a bolygónknak az elhelyezkedését, tehát a nap körül való keringését, a tengelyének a ferdességét, ami mind-mind befolyásolja a Földünkre jutó napsugarakat és ezáltal az éghajlatot, hanem ma is léteznek olyan nyomok különböző helyeken a Földön, amelyek utalnak arra, hogy ott korábban más élővilág volt. Augusztus 16-áig várja az érdeklődőket a tárlat, amelyhez rendhagyó kezdeményezés is társul. A belépőjegyet felmutatók ugyanis kedvezményesen vásárolhatnak fajlaltot a kijelölt cukrászdákban. Csongrád természeti értékeivel ismerkedhettek meg azok a vállalkozókedvű csongrádiak, akik részt vettek a Vitalitás családi műhely és a Környezet és Természetvédő Egyesület kerékpáros túráján. Az út során hasznos ismereteket is szerezhettek a város élővilágáról, valamint nevezetes helyeiről. A keresztéren gyülekeztek a természetjárónap résztvevői, akik a Nagyréti Természetvédelmi Terület élővilágát ismerhették meg. A Vitalitás csongrádi családi műhely szervezőként célul tűzte ki, hogy minél többen megismerjék a város értékeit. A Vitalitás csongrádi családi műhely a fórumok alkalmával megtervezte a programját, és közöttük volt ez a program is, és aminek az a célja, hogy a helyieket, a helyi lakosokat kicsit még inkább vezessük be itt a környezet, a természet világába, ugye, hogy még inkább ismerjék meg az őket körbevevő, gyönyörű, szép természeti helyeket, a vizes élőhelyeket, és ezért döntöttünk úgy, hogy a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Területen egy kerékpáros gyalogos túrát fogunk indítani.
nem csak a természeti környezetet szeretnénk jobban felfedezni, hanem a városnak a kulturális értékeit is. Ezért augusztus 21-én majd lesz egy ilyen helytörténeti tanulmányi út is a városban, melyhez lehet szintén csatlakozni minden helyinek, illetve azokat is szeretettel várjuk, akik nem csongrádiak. 4 év alatt fejlődnek ki, és a fólia miatt lehagyja, hogy tükröződik, de majd kint is még, aki szeretné közelebbről. Ez az első úgynevezett viszonylag sikeres fotóm a Tisza virágzásról. Itt készült a hídnak a jobb hídtól jobbra. A Nagyrét területét a Csongrádi Környezet és Természetvédő Egyesület elnöke mutatta be a résztvevőknek. Deák József a védett növényeket és madarakat is megismertette a túrázókkal. Csongrád Körözzugi túraútvonal egy részét járjuk be, ez a túraútvonal most jubilál, ősszel lesz 5 éves. Maga az útvonal az 27 kilométer, ebből körülbelül egy ilyen 10 kilométeres szakaszt fogunk most bejárni, ami belefér ebbe az idővallumba. Délelőtt folyamán ugye kezdjük az útunkat a fahídon. Mi csongrádiak erre is büszkék vagyunk, mert ilyen híd máshol nincs az országban, illetve van egy hasonló a Tiszán, Dombrádnál, de az se egészen ilyen, mint ez. Tehát ott egy picikét ma idézünk, amikor átmegyünk, illetve átmegyünk a hullámtéri erdőterületén. Ott van két közel 200 éves csomós fekete nyár. Én már tudom, hogy körülbelül 200 éves, de a résztvevők ezt nem tudják, és egy bizonyos módszerrel be fogom mutatni, hogy megközelítőleg hogyan lehet bármelyik fának az életkorát meghatározni. Ezt követően Elésport irányába vesszük az utunkat, és itt nem csak természeti értékeknek a bemutatására kerül sor a mai nap, hanem kultúrtörténeti értékre is. A belső Elésparton található a 11. században épült Elésmonostornak a maradványi alapjai. Az múlt évben felújításra került, ott 10-valahány információs tábla van elhelyezve, azt is megtekintjük. A természetjárónap zárásaként a túrázók játékos feladatokban adhattak számot tudásukról. Ezzel véget ért híradónk. Észrevételeiket, ötleteiket, véleményüket várjuk a tvkukac.csongrad.hu e-mail címen. Adásainkat a Csongrádi Városkép Facebook oldalán is megtekinthetik. Rövidesen a Csongrád térségében várható időjárásról hallhatnak, majd programajánlónkat láthatják. Híradóval legközelebb pénteken este várjuk Önöket. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Csabi Cukrászda. Az előrejelzések szerint kedden néha felhők takarhatják a napot, de marad a kánikula. Reggel 18, míg napközben 30 fok várható. Szerdán már alig marad felhő, szinte zavartalan lesz a napsütés. A reggeli 19 fok után a délutáni maximum 32 fok lesz. Csütörtökön változatlan időre számíthatunk, a hőmérséklet 19 és 32 fok között alakul. Pénteken újabb felhők jelenhetnek meg, de eső nem lesz. A reggeli 22 fok után már 33 fokig melegszik a levegő. Minden nap a magas UV-sugárzás miatt nem ajánlott a napon tartózkodni 11 és 15 óra között. Az időjárás jelentést támogatta a Csabi Cukrászda. Jótékonysági hangversenyt rendez a Galli János Általános Iskola a Nagyboldogasszony templomban a csillár helyreállítására június 9-én kedden délután 16:30-tól. A 2015-ös város borára lehet kóstoló után szavazni június 13-án szombaton 18 órától.